Az alaptörvény terjesztése az egy hadművelet, szóval nem a katonai jelleget mondom, hanem az, hogy több lépcső. És az eleve úgy volt megtervezve részemről, hogy mindig van valami kis újdonság. A félreértés ott támadt, hogy a Népszabadság újságírója Debrecenben kereste az alaptörvény asztalát, nem találta, megkérdezte a jegyzőt, aki nem volt tájékoztatva, és az jegyző azt mondta, hogy ő nem tudja, mi van, de aztán kiderült, a jegyző föl is hívta a Népszabadság emberét, hogy őt az aljegyző tévesen tájékoztatta, és tényleg hát ez az állam lemondta, a közigazgatási minisztérium államtitkára lemondta, tehát ez a Mór megtette a kötelességét, és a Mór mehet. De mi ezt e-mailen is, papíralapon is, tehát mi nagyon rendesek voltunk, csak úgy látszik, ez nem ment át a köztudatba, viszont az alaptörvény asztalát végül mindenütt lebontották, tehát rendben van a dolog. Most hát akkor ennek nem az az oka, hogy igazából nem volt érdeklődés, és ezért szedték be az önkormányzatok ezt az alaptörvény asztalát. Így volt tervezve, hogy ez egy lépcső volt, ugye, és ennek a segítségével tulajdonképpen ez egy termékcsalád. És eleinte ezeket a termékeket majdnem, hogy eldugtam. Visszatartottam, nehéz volt hozzájutni, csak akkor kaptál belőle, hogy mentél az alaptörvény asztalához, írtál egy valamit, és akkor postán megkaptad. Aztán az alaptörvény asztalán kezdtem bemutatni a következő termékeket. Tehát majdnem minden hónapban megjelent rajta valami új, eljutottunk a díszkiadásig, és amikor addig eljutottunk, akkor le lehetett mondani, ugyanis most már 33 féle kiadvány van, képzelj el, hát ekkora asztal nincsen. Ennek az alaptörvénynek nem a módosítás az érdekesek, hanem a ténye, a nemzeti hitvallás, az egésznek a szerkezete, a jogfilozófiája, az meg nem változik. Az, ami változik, az elsősorban a politikusokat és a jogászokat érdekli, azok viszont az interneten kinyitják, és ott van. Tehát én nem akarok ezután futni. Hány példányt vásároltak meg az emberek egyébként? Bocsánat, mondott egy elérés, de azt nem értettem pontosan, hogy mit jelent. Most elég, nem tudok napra kész számokat mondani, mert karácsony és új év között vagyunk, január 1-én fogunk csinálni, az első napjaiban fogjunk csinálni kasszát. Én szerintem olyan 150 ezer az a példányszám, amelyik megfelelő helyen van, de különböző kiadványok vannak az ingyentől, az ingyen kártyától kezdve a másfél milliós könyvig. Tehát, hogy most pontosan hogy állunk, azt nem tudom, de az én érzésem szerint rendben vagyunk a terjesztéssel. Hányan kértek dedikált példány Kövér László aláírásával? Az volt a legnehezebb, ugye, azt megszerezni, az körülbelül 100 000, és ez szerintem nagyon jó.